A zöld sáv az elején egy pici csarap volt. Ott a leköréseknél, ahogy emelkedett az útvonal, érdemes volt vigyázni. De nem is ez a baj, hanem hogy pont abban az irányban, merre most futok, vadászatlan, elég intenzíven hallatkoznak a lövések, nagyon sűrűek. Hát remélem, hogy nem futok be semmilyenbe így egy szombat délelőtt. Hát neki mindegy, úgy látom. Sor van állna. Kedvencem. Szép emelkedő. Vége. Megkezdődik itt a színpadnak a kulcsos ház után a nagyudat egyre való emelkedés. Élvezni fogom Fincsi lesz. Kevésbé élveztem, hogy kellett állni. Kék forrás jelzés volt az egy, ami miatt ebbe a túrába belefogtam. Nem is emlékszem, hogy jártam volna erre. Mondjuk hiányérzetem volna, hogy a 20-as távon már nincsen szalagozás a szénpataki pihenőtől. Ez van. Mondjuk hozzáteszem, hogy én alapvetően GPS-szel szoktam tájékozódni, amire rá van töltve az útvonal. Jelvéthetetlen. Azt fut a távolban Csipi, aki elvihardott mellettem, esélyen sincs, hogy ezen a követ szeretnél polérjen. Hát ő meg eléggé otthonosan mozog, nem véletlenül 8-szoros kör teljesítő. Hát amilyen szép a kilátás itt előre, annyira felmelegedett az idő. Hála az égnek, hogy már nem vagyok szétúd, mint a napfidek környékén. Hát az elég igagáz volt. Így már azért paszek. Hajrá! A kör király! Biztos sokan nem tudják, de ez az igazi király rész. Tehát nem a Szokolyához tartozó település, hogy üdülő rész, hanem ez itt jobbra. Ez a nagy. Egészen itt a kanyaron túl.